Gyermekek játszadoznak a Nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület épületében. A civil szervezet a fejlesztésre szoruló gyerekek integrációjában nyújt segítő kezet. Az egyesület egy a sok közül, amely pályázhat az újonnan megnyíló városi civil alaptámogatásaira. A programot a kormány azért hozta létre, mert a Magyar Falu Program falusi civil alaptámogatásaira is közel négyszeres volt a túljelentkezés tavaly. A pályázati lehetőségek nagy segítséget jelentettek a kistelepülések civil szervezeteinek. A kormány azonban a városi egyesületek és alapítványok számára eddig még nem biztosított ilyen konstrukciót. Erre az igényre válaszolt most a miniszterelnökség, amikor 4,4 milliárd forintos kerettel meghirdette idén először a városi civil alapot. A városi civil alapban 5 kiírás érhető el, egy civil szervezet ebben az évben egy pályázatot adhat be, 5000 fő feletti településen működő civil szervezetek pályázhatnak, hiszen az ez alatti település nagyságban működő civil szervezetek pályázhatnak a falusi civil alapra. A városi civil alapból a civil szervezetek gépjárművételre 5 millió forint értékig, eszközbeszerzésre 4 millió forint erejéig pályázhatnak. Ingatlan vásárlására és felújítására, illetve program szervezésre pályázóként 8-8 millió forint áll rendelkezésre. Megjelent továbbá egy olyan lehetőség is, ami korábban a falusi civil alapban még nem volt elérhető. Az úgynevezett civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása. A civil szervezet kommunikációra, kommunikációval, médiával kapcsolatos tevékenységre maximum 15 millió forint erejéig nyújthat be pályázatot. Ez azt gondolom, hogy a pandémia is rá irányította a különböző kommunikációs csatornákra, az egyesületek kommunikációs megjelenésére is a figyelmet, és alapvetően a városban tevékenykednek azok a szervezetek, amelyek a média, az infokommunikáció által még jobban el tudják érni a célcsoportot, a tagjaikat, a teljes nyilvánosságot. Ez erre a hiátusra is reflektál ez az 5. kiírás. A pályázatok beadására április 21-e és május 21-e között van lehetőség a Nemzetpolitikai Információs Rendszeren keresztül. Ez a felület a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT weboldaláról érhető el.